Sziasztok, itt Szindekvé Headquarters, és megint új helyen vagyunk, és van nálam víz, ugyanis ezen az új helyen az, hogy milyen meleg van, egy szóval írható, még pedig azzal, hogy elmondhatatlanul. Úristenem, nagyon durván meleg van, azt mondom nektek, szóval ezért, hogyha így közben néha iszok vizet, akkor azért mondom, ne haragudjatok meg. Előző részben megcsináltuk az új mobili küldetést, és ebben a részben úgy terveztem, ugye, hogy fogom és elindulok Fort Lee City fele. Most így nagyon szeretném egy ilyen videós rész alatt megcsinálni Fort Lee City Gym-ig. Ami azért nehéz lesz, ugye mindenkit 35-ös szintre föl kéne húzni közbe. És persze van nála egy Mewtwo. Jó van, akkor kiderül ki az erősebb az én Groudonom, vagy a te Mewtwo. Megmérkezem a Mewtwo-dat, az a biztos. Ó, Mewtwo a legköcsögebb mozdulatokat tudja. Gyerünk, ne üsd magadat, persze magadat ütöd. Téged lecserélek Silverre, téged meg lecserélek Goofyra, egyenlőre ez a szemegosztás. Linoon Rest-tel elaludt, Fake Out a Mewtwo-n és Lovely Kiss a Mewtwo-n. És misszelt a Lovely Kiss hihetetlen. Viszont a Bite az betalál, nem. Nem, mert a Crunch az erősebb, neked megmarad a Lapis. Nem igaz, hihetetlen ez a Deeper Dance. Te magadat ütöd, és te is! Nyilván mind a kettő magát üti. Helyes, Force 5-ba legalább nem lehet belehalni, és végre Mewtwo is elalszik. Linoon meg föl kell, és megüti magát. És Crunch-sal a Mewtwo-t meg. Nagyon helyes, nagyon helyes. Silvert lecserélem Primusra vissza. Luffyval meg önmagamat próbálom hílelni, ami nem sikerül, és meghal Goofy. Úristen, de mitől? Hogy halt meg? Na jó, mindegy, egyből már mehetek vissza egy Pokémonért, Silvert hozom vissza. Curse, úristenem. Nagyon durva dolgok történnek. Jól van, akkor Fake Out Rock Smash az nagyon gyors. Mewtwo még remélem aludgál egy picit. Rock Smash-et megint kapsz, viszont Mewtwo kap egy Signal Beam-et. És csak Linoon, ne csináld az izét, mint egyfolytában szoktál. Synchronize! Nagyon jó, Linoon így nyírja ki Silver, hihetetlen. Imádom, imádom, Fury Cutter-t tanulnád meg. Most Bite helyett megtöntöm, mert Bite-ot nem fogom annyira használni, mivel a speed-em eléggé rossz. Thunder Punch a Mewtwo-n és Crunch a Mewtwo-n. Ebbe a körbe meg kéne halnod, és nem halsz meg, hihetetlen. De akkor ebben már biztos. Hál' Istennek a Mewtwo-t is sikeresen elpusztítottuk. Akkor még próbálok. Státusz. Mi? Ezek mik? Miért nem írhatom be? Legyen. Huge Power, egyik kedvenc képességem. Meg a Lightning Rod, legyen a Lightning Rod. Oké. Okay. Ó, rendben. Na akkor ezzel megpróbálok visszajutni. A Movie City Pokémon Centerig. Na akkor most megnézzük, hogy hogy áll. Ó, Silver még nagyon jól áll. Első a hírelés, ez biztos, és utána, hát Goofy meghalt. Goofy meghalt, de
ez úgy meg is érintett. Viszont bejöhet. Melyik jön be? Clear Buddies vagy Poison Pointos Mankey. Mankeynek nagyon jó a támadása. Neki is a támadása, tehát fizikai támadók mindketten. Viszont neki a speedje jobb, szóval én szerintem Dagit rakom be. Igen, Dagit fogom berakni. Goofy helyére jön be Dagi. És egy újabb halottunk lett Goofy személyében. Már azért bővelkedünk halottakba, viszont ott van az új út, amiről még nincsen encounterünk. Nagyon hosszú az út Fortress City-ben, örülök, ha egyáltalán eljutok ebben a részben a Weather Institute-ig. De még előtt a Steven-nel találkozunk, akiről ugye tudjuk, hogy különféle dolgokat gyűjt, ilyen kavicsokat, meg minden. Annyit csinálhatok azért, hogy fogom, és Rerkendi nem, hanem kikeresem a Experience Share-t, és azt rárakom Dagira. Ezért ezt ennyit azért még tehetek érte. Itt még elmegyek oldalt is az utakra, mert ott is vannak jó dolgok ám. Legyen Teeter Dance először, kapja egy kis Confusion-t, hogy... Hát, ettől van a félés. Üsd meg magad. Ó, jaj, pont nem jött be. A Confusion semmit nem hat az ellenfeleimre. Ellenfeleim, minthogyha meg se lennének konfúziolva. Közben nagyba fújatom magamra a ventilátort, hogy annyira ne legyen melegem, és elviselhető legyen. Nos, úgy akarom, hogy dupla csata legyen, köszönöm, ez így nagyon jó. Így tökéletes az én számomra. Sunkern és Surskit. Hát ez nagyon gagyi. Nagyon gagyi kombó. Thunder Punch. Surskiten. És Psybeam a Sunkern. Surskit meghalt. Ahogy én arra számítottam. Howl. Psybeam. Meghalsz. Nem halsz meg, de ott van a Confusion. Thunder Punch-ba se halsz meg, és meggyógyulsz a Rest-től, hihetetlen. Nem baj, ettől a kombótól most már tudni ki kell nyírótnod. Persze, meg is halt. Jól van. Többiek nagyon XP-t nem kaptak, de most ugye a 35-ös a cél, a 35-ös. Most én arra gondoltam, hogy itt a Berry-ket nem szedem le, hogyha nektek nem gond. Örüljetek, hogy itt ez a Suicune, aki jól le is paralizál minket. Na rád fér a Teeter Dance, komolyan mondom. És akkor azt mondom, hogy Super Potion. Elhasználom Primuson egyszer. Gyönyörű, és még egyszer. Úgy van. Szintézis, aha. Viszont akkor egy Paralyze Heal-t is elhasználok rajtad. És fogom, és becserélem. Eosinophil-t. A Leech Seed az nagyon kell. Leech Seed, úgy van. Gyönyörű, köszönöm. Nagyon kellett ez, és Drunkent cserélem be, aki megmérgezi gyors. Hát az ilyen nagyon jó védekező Pokémonokat, mint Suicune, máshogy nem lehet legyőzni, ugye? Tanultuk, ezt nagyon megtanultuk a Glazed-ből. Amit amúgy már folytatni fogok, csak most ez a fő profilna. Vine Whip-vel meg tudlak támadni. És persze Drunken is kap egy paralízist, mert miért ne? Paralyze Heal-el meggyógyítom gyors. És a Poison közben egyre többet és többet fog vinni, akár nem tudta kinyírni. Psybeam-mel támadom inkább. Ez az. Drunken egy hero, 29-es szintet el is érte, meg is érdemelte. Te is kapsz egy toxikot, az a biztos. Ja, hogy ez nem. Immunity képességed van? Mert alapból te még csak szimpla bogár típus vagy, szóval nem kéne ilyen
durva dolgoknak áldozod az életedet, de Drunken téged is kinyír. Jól van. Azért tőlük elkérem a Barry-t, de a Barry földről így nem szedném le, mert azzal így nagyon nem haladhatnánk. Két Barry-t kaptunk, amúgy is teli vagyunk Barry-vel, mert egyfolytában csak azokat találunk a kukalabdákba, labdákba, fogadjunk Barry. Nem, Dragon Fang! Mindezt sárkány típusú mozdulat nélkül. Mondhatnám, hogy sárkány Pokémon nélkül, de Latios azért sárkány Pokémon. Thunder Punch rád és rád meg. Toxic. Pidgeot nem halt meg egyből. Hoppá, viszont jó kipasztam vele, hogy föld típus vagyok. És a Toxic betalál Bayleaf-en. Bayleaf fokozatosan. Innentől kezdve meg fog halni. Psybeam Bayleaf, Fan Extreme Speed Drunkenen. Áj, kicsit beütött. Kicsit nagyon beütött. Drunkent healelni kell majd. Viszont azért még Bayleaf be egy kicsit kárt tett. Nem, azt akarom, hogy healeljelek Super Potion-nel. Jól van, most már be lehet fejezni. Köszönöm is. Meg is tapsolom, hogy milyen jó volt. Akkor, miután ezzel mind túl vagyunk, léphetünk rá ennek az útnak a varázsára. Miközben itt még egy encounterünk is van, ne feledjük el. Ó, oh, Gastly, de jó is lenne, ha még lenne Gastly, komolyan mondom. Misszelt a bounce. Hát van ilyen. Másodjára már nem vissza, Gastly meg is hal. Kadabra Teeter Dance-t bekapod így. Into your face. Hú, ez azért erős, a Super Power azért eléggé erős. Viszont csökkent a védelme. Doggy első csatája lehetne. De inkább Silvert rakom még be. Silvert innentől kezdve már lazán. Éljúj! Fake out. Majd ezután egy safe crunch. Amit nagyon tud adni. Úgy még a confusion. És ezzel Silver kapott XP pontokat rendesen. Choice band! Choice band, gyerekek! Azért első encounter egy Gorebis, tapsoljuk meg, hogy ő lett az első encounterünk, és lecserélem Eosinophilre Primuszt most. Télgró, aha, most kezdek el tőle nagyon félni. Lipszi, nem igaz, még egy Télgró is már négyszeres. Komolyan! Nem már! Istenem! Erre most iszok! Ez hihetetlen! Basszus, ezen eléggé kiakadok, hogy nem tudunk egy redvás Pokémon-t elkapni. Nem baj, új út, 119-es út. Hú. Mielőtt belépnénk ebbe az útba, az összes Pokémonomat hílelem egy picit. Nem, téged már tovább nem kell. Ezt a Revival Earth-öt el is adhatnám. Mi hasznom van belőle. Na jó, mindegy. Te azt mondod, hogy ez ebbe a magas fűbe nem lehet bemenni biciklivel. Nem mondod. Viszont ebbe a magas fűbe lehet egy encounterem. De előbb még pár Bugcatchert kinyírok úgy, hogy nincs is nálunk bogár Pokémon. Helyette inkább Firókat ölök. Miértenk, pont jó az én Rock Smash-emnek. Charizard! Thunder Punch. Metronome Splash. Legjobb kombó! Világ legerősebb Charizardját öltük most meg. Doggy 25-ös és megtanulja a Frustration-t, amit neked nem is. Hát megtanítom, de csak azért, mert a Thunder egy pontatlan, kettő, speciális támadás.
ezért szükséged nincs rá, nem. Inkább az acid helyett, mert még a Thunder így is erősebb, mint az acid. Jó, a Frustration egy idő után nem fog ütni semmit, mert fölmegy a Happiness-e. Tehát nem a legjobb busztulat a világon. Kleffa az Vansát, helyes. Ez a Choice Band, ez jó lesz majd. Choice Band az jó lenne, ha tudnám, hogy bizony milyen típusú trénerek lennének, de nem tudom. Lecserélek inkább Drunkenre. Mert a víz is szuper effektív rád. Drunken éli a matchatot. Alapból lassabb szerintem. Nézzük, hogyha rakok rá egy szuper potiont, akkor mennyire éli. Swagger, na a Swagger nem éli, ez a baj. Ezért cserélem vissza Primusra. Matchat, jó van. De nagyon sokat visz azért, viszont Primus még így is gyorsabb. Ilyen trükkösen kellett ezt kinyírni, de sikerült. Hála Istennek, és itt az első encounterünk nem más, mint egy V-Lord, gyerekek, egy V-Lord. Nem rossz, nem rossz. Nézzük, túléled-e a Thunder Punch-omat. Túléli! Negatív HP-val éli túl, komolyan mondom. Megnézem, kinek van a legjobb defense és speciális védelme. Neked 45-es speci... 46-39-ig a legjobb. Ó, te eddig nagyon nyersz. Persze meg a Ozinofil is nyer. De Sivert hozom be. Sivert nem tud olyat csinálni, ami nagyon beütne. Na nézzük! Super Potion... Nem hoztunk el Super Potion-t, viszont nagy labda, gyerünk, kapd el! Egyből el kéne kapnod. Már tudom, mi lesz a neved. Nem igaz? Még simán belefér minden. Egy! Nem igaz? Na most azt mondom, hogy ideje a Super Potionnek. Van 15 nagy labdánk, annak elégnek kéne lennie. Komolyan, ez csak egy V-Lord. Helyes! Pont amikor pont mondtam, hogy már elégnek kéne lennie, akkor kapjuk el. És az lesz a neved, hogy Density, mert az azt jelenti, hogy sűrűség. Mert V-Lord az egy olyan érdekes Pokémon, hogy ha normálisan néznénk a sűrűségét, tehát hogy a tömege viszonyítva a térfogatához, akkor azt kapnánk, hogy olyan könnyű lenne, nem csak hogy a légkörből repüljön neki, de még lehet, hogy a világűrből is. Tehát konkrétan repülne. Rock Smash, jól van. Oké. Nagyon ki akarok menni ebbe a fűből és valahogy hírelni a Pokémon ujjaimat. Igen, te most éppen a repülésről beszélsz. Te meg nagyon remélem, hogy híreled a Pokémon ujjaimat. Nem! Pedig az Omega Ruby Alpha Sapphire-ben az itt lévő csaj az eléggé rendesen szép híreli a Pokémon ujjaimat. Veled már harcoltam. Persze. Miltenket is elkaphattam volna. Viszont mivel a képesség mindegy, ezért mindegy maga a Pokémon is. Na nézzük. Primeape. Bounce. Endeavor. Misszel a Bounce. Viszont a Bullet Seedbe talál, jó, most már elég. Helyes. Utolsó Bounce, szóval nem szabad szórakozni. Helyes. Bullet Seed-től kicsit megijedtem. Miltank újra el is futunk előre, mert nem akarok veled kommunikálni. Jól van, téged is így megtaláltunk. Itt is vannak ilyen rejtett dolgok, de most ezért annyira nem vagyok rá kíváncsi. Gondolom megértitek.
rollout az nem visz sokat, és most jön el az a pillanat, amikor Primuson hilelni fogok. Pláne így, hogy Gorebis bejött. Jó, mondjuk még a Thunder Punch-sal el tudom intézni, majdnem. De miért vagyok hülye? Mondom, hogy itt jön el az a pillanat, hogy Primuson szint hírelni fogok. Használni fogok egy Super Potion-t. Erre nem használok, nem ölöm meg, és nyilván ott a kill. A pirosban van a HP-ja, nem az, hogy izé, ha Nuzlocke-ot játszó hílesz. Nem. Mindig hílesz. Ilyen nincs. Drunken, gyere be! És öld meg! A Vine Whipper-tel. Helyes, és nem öltem. De itt már hílelek, hát nézzétek, hát pirosban van, azt már szét hílelem az agyam. Télglú, dupla télglú. Én meg magamat ütem, persze. Mert miért ne? Már ennek már hatásos sincs, komolyan mondom. Jó van, őt kinyírtam, és Rosériát is kifogom. Ha nem altatna el amúgy. Hihetetlen. Hihetetlen, most várok arra, hogy fölkeljen. Psybeam-el megtámad, azt még azért simán élem. Detect-el megvédi magát, azt nagyon élem. Mert elmegy fölöslegesen egy kör. Lowkick! És erre kerek föl, hál' Istennek. Amúgy a Lowkick-ből még túlélek egyet. Jó detect. Itt kellett volna hílelni. Lowkick-ből még túlélek. Dupla detect, és jó. Hihetetlen. Jó, és most jön az a pillanat, hogy Drunken-ből megfogom. Megfogom Drunken. És hívelem. Tudjátok, létezik ilyen, hogy Super Potion. Helyes. Sőt, nem csak hogy hírem, hanem be is rakom mondjuk Jupitert elsőre. Itt azt hiszem van, nem nincs. Hearthstone, és teli van a táskám. Mit tudok így nagyon elhasználni? Choice Bandet odaadni. Jupiternek. Ez már jó. Még mit tudnék? Gyors Rare Candy-t elhasználom valakin. Primuson elhasználhatnám, és akkor újra életne. De meghalt, és ez Nuzlocke. Szóval, elhasználom inkább. Inkább Eusinophilem. Hihetetlen. És találtam egy Hearthstone-t, ami azért jó, mert növeli a szikra típusú támadások erejét, és utolsó fülbe még egy nagyon erős pucsiénával megdob az Isten. És tudom, hogy ez Choice Band. Nagyon ideges lettem én most ebben a Leafblade-es pillanatban. Pucsiénától óvni kell, érted? Óvni kell. Oké, ott van pár fasz, még elmegyek leszedni. És szerintem én itt be is fejezem a részt, de mint az atom. Itt. Hát még ezen átmegyek. Hát itt az a titka ennek, azért koncentráltam én is ennyire, mert ennek a titka az, hogy egyszerre nyomjuk le az irányt jelző gombot, tehát hogy merre akarunk ugrani, meg magát ami nálam X azt. Tehát így. Ez a nagy titok igazából, semmi extra nincsen benne. És ugye, nem tudunk bemenni a magas fűbe a biciklivel, mert nem tudjuk miért. Mert magas fűbe nem jó biciklizni. Utolsó csat, amit lenyomok, ez lesz, és utána valahogy hílelek. Na nézzük. Bár már közel van a Weather Institute. Ja nem, még nagyon messze.
Wing Attack. Swirl Stance, jól van. Wing Attack. Jón, oké, megöltem, király. Ja, nem öltem meg. Bocsánatot kérek. Én is elalszok. Jón, az nem hat. És fölkelek egyből, mekkora isten vagyok. Jón, és most. Jól van. Nem látom semmivel erősebbnek, attól, hogy rajta van ez a choice band, meg stb. Ja, és újra elalszok, nyilván. Igen, tehát csak a vingöteket tudom használni, na az se nagyon. Szintéz is jó van, téged szétutállak. Drunken azonnal gyere be, és mérgezd meg. És Suicune amúgy nem tudja sebezni az én drága Jupiterem. Hál' Istennek. Most várok, amit várok, addig Recover-rel újra hílelem magam. Ez az egy, amit tudok csinálni, és utána amúgy megint le kell cseréljem magam Drunkenre, mert nagyon mást nem tudok csinálni. Ja, és neked olyan statikod van, várjunk csak. Akkor inkább azzal kezdjük alapból, hogy Super Potion. Ó, és visszal a Boom Club. Mekkora szar. Gyerünk Jupiter, vissza. Vissza, mert téged nem bír megütni. Max ezzel. Jól van. Assist. Choice Band Assist, az valami. Kipróbálom azért a Choice Band Assistot, mert lehet jó. Jupiternek nem a legjobb ez a Choice Band. Át fogom rakni majd. Majd mondjuk. Kinek van nagyon jó támadó ereje? Summary. Neked 51. Neked 52, viszont neked a speciális támadásod az hasonló jó. Neked 57, de a speciális támadásod sokkal jobb. 51. Rád fogok rakni. Neked 106, de meg vagy halva. Neked meg inkább... Inkább a támadás... De téged inkább a védelmedért szeretlek. És mindjárt itt lesz a Weather Institute. Hát még pár tréner és tényleg ott vagyunk. Addig azért el szeretnénk jutni. Jó, ez mondjuk... Ez az ellenfél... Megteszi Jupiternek, mert Choice Band Wing Attack azért egy fű Pokémon gyorsan elintéz. Jó, regisztrálok, de csak kivételes eset miatt, mert különleges vagy a számomra, dupla csata, hála égnek. Gyorsabban intézek el kettő embert. Úristenem, az Emerald így azért nehéz játék, hogy egyfolytában jöhetnek a szintezések. Vine Beep rajtad. Poison Fang, és nyilván ott a Poison. Persze. Miért ne lenne ott? És egyből cserélnem is kell. Silverre lecserélem. Jaj, de nem téged akartalak Silverre lecserélni? Ujjajaj. Akkor itt kezdődnek a gondok, Staryu az alapból. Off, és téged meg vissza a Jupiterre. Jól van, helyes, nagyon helyes. Crunch rajtad pedig Wing Attack. Helyes, Staryu meghalt. És Mew is meghalt. Hála égnek, úristenem. Most már remélem hamar odaérünk, nézzük meg milyen messze van. Yellow Shard, ez már a második a mai ma. Hát, még nagyon messzi lesz. Még nagyon messzi lesz. Előled menekül. Ja, és nem tudok elmenekülni, mert Arena Trap. Azért figyelitek. Hihetetlen. Arena Trap Pucciának Live Blade-el flangálna. Én azt mondom, hogy ez a rész annyira durva kezd lenni, Drunken is kap azért egy kis potit, meg te is, és fogom én. Hát jó lesz ez így.
Ó, ez dupla csata lesz! Basszus! És most Drunken pont nem van. És ráadásul egy hosszabb dupla csata. Büngötek rád, és te pedig elmenekülsz. És Silver jön be. Büngötekkel elpusztítottam ez az. Az első meg is halt. Dagi 28-as szinten van, te pedig defense kör, az nem érdekel. Viszont fake outra rád. A Swallow-t azt nagyon gyorsan el kell pusztítani, helyes is. Most gyakorlatilag mindenre tudok duplán támadni. Signal Beam az pont speciális, tehát nem hat rá Skitty-nek ez az irritáló tulajdonsága, hogy ilyeneket csinál. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Sand Slash. Ő kapja be a Psybeam-et, nagyon jó. Sand Slash. Azt hittem, hogy magát üti így, viszont semmit nem ért, amit művelt. Viszont ez már ért, ez ért valamit. Helyes. Hoppá, ott van egy labda, azért elmegyök. Magó Barry, miért jöttem el? Csak föl... Na, komolyan mondom. Csak fölidegelnek ezek a labdák, amikben általában jó dolgok vannak, és a Choice Band-en kívül jó dolgot nem találtunk. De ez az igazi párharc, Grovyle versus Jupiter, illetve hát versus Marston, de hát nagyon nyertem. Ferrari Gator-nél itt ráut lesz a képessége, szóval... inkább nem akarnám átalakítani. Outrage. Sky Uppercut. Egyelőre nem cserélnék be semmit rá. Outrage, jól van. Hát Jupiter ezért jól van dörgáltal, őt tök nem alakítom el. Nehogy valami szar Swampert legyen, és meg akarja tanulni a Megadrain-t. Én meg nem akarom, hogy megtanuld a Megadrain-t. A mostani mozdulatai írtó jó. Próbálom kikerülni a füvet, és mennyi van még Drunken? Ó, Drunken még nagyon jól bírja. Ezt mindig jegyezzétek meg, itt van egy ágy. Ezzel tudtok hílen, és ez azért így félúton egész jó. Viszont az van, hogy megnézzük, hogy mit tud ez a Wailord. Compound Eyes! Ez az jó, azt szeretem. Timid Nature, az is nagyon jó. Bár az a speedet növeli, így is gyenge a speedje, viszont a speciális támadása és a defense nagyon jó, HP-ja szokásosan jó. Minden két támadása ugyanolyan jó, szóval bármilyen támadás nagyon fasza. Igen. Téged fogad betenni a mi kis primusunk helyére. Ebben a részben két halott, de mondjuk ez azért eléggé durva rész volt. Tehát azt azért valljuk be. Valljuk be, hogy... megizzasztott minket ez a rész. A következő részben... megcsináljuk a vedő részítőt, és próbálunk eljutni. Próbálunk eljutni... Fortress City-ig. Ja, ez lesz a... skill, addig is itt találkozunk a Weather Institute előtt. Szindákkal is az erő legyen veletek, sziasztok!